Sziasztok, üdvözletem minden kökiről. És jelenleg dokumentáljuk a 3-as metró állomásait még a felújítás előtti állapotba. Melyiket, na, pont most ment ki az előző panda, és megjön is a következő. De ez most a legmodernebb metró megálló itt, mert ezt amikor ott a szemben lévő pláza épültek 2011 környékén, ezt akkor modernizálták, és itt kapott a plázával együtt felújították a metró megállót is. Tehát ez valószínűleg nagyon kinézetben sem nagyon fog változni, szerintem csak állag megóvó felújítás lesz. Ami még érdekes, mert ezt meg akartam nektek mutatni, hogy itt épült lift, és működik is, mert az előbb is ketten fölmentek vele. És egyébként itt az a lépcső, ahol fel lehet jutni a pláza fele, meg itt a MÁV átjáró fele. De a MÁV állomás az arrébb van, és itt lehet feljebb menni. Meg itt lehet ezen a lépcsőn kimenni a plázához is. És itt van még egy feljáró, ami szintén így összekötődésben van a plázával. És a buszvégállomások pedig átkerültek oda. Gyakorlatilag föléjük épült a pláza. És éppen benne áll egyik a rusz is. És van még ott látom az úgynevezett piros lépcső, majd azt még meg fogjuk nézni. Mert az volt még a legrégebbi. És elég sűrűn van most itt még a metró közlekedés, mert megint itt egy panda. Itt van a másik kiállat, ahol most kijöttem, és lehetek, hogy ott és ott lehet a plázába átmenni, plusz az ember lévő buszállomásra is. Ott van a legrégebbi piros átkelő, amit még meghagytak. Eredetileg csak ez volt, meg a másik oldalt egy ugyanilyen a MÁV állomásnál. Ezt most azért videózom le, hogy közelében nem biztos, hogy ez a felújítás után is meg fog maradni. Lehet, hogy ezt a légi lépcsőt ezt le fogják bontani. De a piros felüljáró mellett is és fel lehet ide jönni az állomásra, ez a másik oldala, és innen viszont jó képet lehet csinálni. Látjátok, innen lehet a legjobban belátni az egész megállót. És itt ezen a régi piros felüljáron át is lehet menni a túloldalra. Ott a háttérben valószínűleg egy monoli kirohanós. Ugye azt mondtam, hogy a vasútállomáshoz közel is hozzá, és egyébként a 3-as metrónak ez az egyetlen felszíni állomása. De a többi állomás az már vagy kérekben, vagy ugye mély vezetésű, mély állomás. Az egyetlen még felszínen van. Menjünk, nézzük meg a másik oldalt. Egyébként itt van a vágányzári tájékoztató, ez még a jelenlegi. Viszont most még ezen a héten át fogják adni, azt, hogy valami szóval szombaton átadják az északi szakaszt, és akkor lesz egy hét, amikor teljes vonalon fog megint járni a 3-as metró, viszont utána Nagyvárad tér és Köki között lesz a következő etap. Ráadásul hát olyan hétvégén metrópótlás meg a szerint, de ugyanúgy megvan a teljes vonalra. Vagyis hát lehet, hogy akkor már lehet
télig fog csak a pótlóbusz járni, ennek majd utána kell nézzek. Mert valószínűleg nem indokolt most már teljes metron pótolni továbbra is, mert eddig készen van. Vagy legalábbis készen lesz egy pár nap múlva. Menjünk át a túloldalra. Úgyis arra kell tovább még, és akkor azt is meg tudok megmutatni. És mondom, ez a felüljáró nem biztos, hogy megmarad a felújítás után. Úgyhogy lehet, hogy most fogok rajta utoljára végig sétálni. Egyébként ez is ideális fotóhely volt még régebben, amikor még a bandák csak jöttek, és még jártak itt a kék metrók is a vegyes üzemnél, akkor sokszor videóztam, megfotóztam innen. Másik fotóhely itt kökén az a Sivék felüljáró volt. És lehet, hogy most sétálok át utoljára ezen a régi felüljáron. Egyébként ez egyszerre épült a vasútállomással, látjátok, hogy amikor a Köki pláza épült, akkor csak a metróit csinálták meg, a vasúti részt azt nem csinálták meg. Az vadat ugyanilyen lepukkat. És akkor mindjárt itt is vagyunk. A túloldalés. Jaj, látjátok, mozgó a lépcső is működik, lift is működik. Szendesen megcsinálták, és az akadálymentesítést is így tudták megoldani. Egyébként felújítás után az összes állomás akadálymentes lesz. De hát mire a teljes vonal elkészül, az idő. És látjátok, itt még a liftek is működnek. Fele pedig a kihúzó van, ahova mindjárt ez a metró is ki fog menni, a másik most indul. Ugye ott tud megfordulni, ez csak kis érdekesség, de gondolsz, úgy is mindenki tudja. Kell rá több szót vesztegetni. Igen, a következő évek szerintem megyek én is a határútra. Ami hamarosan érkezik majd onnan. És akkor lássátok, lejön a határút felfelől ír. Bedonja a kőbány a kispesti végállomásra, ez így néz ki. És két hét múlva itt már vágányzár lesz.